Ebben a laborban a leukémia ellenszerét, ebben pedig a rák gyógymódját keresik. Mindkettő magyar egyetem, magyar kutatócsoport. Az, hogy mennyi idő, mire ezek vagy más hasonló vegyületek gyógyszerként jelennek meg a piacon, beletelhet akár 10 évbe is. Hogy pedig előállítsák a gyógyszereket, klinikai vizsgálatoknak kell megelőzni a bevezetést, vagyis tesztelni kell, hogy valóban működik-e a hatóanyag. A Magyar Klinikai Kutatások Infrastruktúrájáért felelős hálózat elnöke egy budapesti rendezvényen arról beszélt, hogy világszinten sem egyszerű eljutatni a gyógyszerfázisig a kitalált módszert, Magyarország pedig jócskán le is van maradva ebben. Mind ott, mind mi nálunk zajlanak az egyetemi klinikákban, nagy kórházakban különböző gyógyszer kipróbálások, és ezt ott is, itt is a gyógyszeripar kéri, fizeti. Ez egy nagyon magas szinten elvégzett, de hát akárhogyan szépítem, ez egy bérmunka. Emellett azonban Nyugat-Európában az elmúlt 10 évben óriási arányban, a vizsgálatok 40%-ának az arányában megjelent az, hogy nem gyógyszergyárnak végzem, hanem az egyetem saját innovatív ereje, kutatási kapacitása az, ami azután egy klinikai vizsgálatban testet ölt. Tehát a saját ötleteimből viszem el odáig, hogy nemzetközi kipróbálásra kerülhessen sor. Ez a része Magyarországon szinte teljesen hiányzik. Ahelyett, hogy 40% lenne, mint mondjuk Németországban, nem éri el a 3%-ot. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon is van klinikai kipróbálás gyógyszergyári kérdése, zajlanak klinikai kutatások, de a kettő nincs összekapcsolva. Mi is a klinikai vizsgálat? Milyen fázisai vannak? Jelen állapotban 4 szakasza van a gyógyszerek vagy módszerek kipróbálásának. Az első fázisban információkat gyűjtenek arról, hogyan oszlik el a hatóanyag a szervezetben. Tesztelik, hogy az adott gyógyszerhatóanyagból mekkora dózist visel el a szervezet. Azonosítják az esetleges mellékhatásokat, megítélik a biztonságosságot, nyomon követik a gyógyszer felszívódását és kiürülését a szervezetből. A második lépésben már egy konkrét kis létszámú betegcsoporton vizsgálják, hogy az adott gyógyszerhatóanyag valóban alkalmas-e a gyógyításra. Ebben a fázisban a biztonságosságot, a tolerálhatóságot, a terápiás hatást vizsgálják, és igyekeznek megállapítani az optimális adagolás mértékét. A harmadik szakaszban már nagyobb számú betegen vizsgálják a készítmény biztonságos alkalmazhatóságát, a hatásosságot, követik a mellékhatásokat és összehasonlító vizsgálatokat végeznek más gyógyszerekkel. Valamennyi országban követelmény, hogy a gyógyszer biztonsági okokból a bevezetést követően még 2 évig figyelni kell. A negyedik fázisban pedig a már forgalomba került gyógyszert összehasonlítják más készítményekkel, vizsgálják a hosszú távú hatásosságot és biztonságosságot, a költséghatékonyságot, valamint az esetlegesen fellépő ritka mellékhatásokat. Az egész aktivitásunk, tevékenységünk az arra szolgál, hogy ki tudjon alakulni egy egységes magyar rendszer, amiben most összefogott az összes orvos egyetem, együtt dolgozunk, azonos normákat, azonos minőségellenőrzést, azonos leírásokat szeretnénk létrehozni. Szeretnénk, hogyha a kezünkben lévő rengeteg, óriási mennyiségű páciens adatból többet tudnánk ilyen klinikai tanulmányokra kinyerni. Egyáltalán szeretnénk azt, ami még soha nem fordult elő, hogy egy magyar klinika kutatólaborjából nyugat-európai kipróbálásra kijutott volna egy ötlet. Ezt szeretnénk megvalósítani a következő években. Ehhez a feladathoz Nyugat-Európában 3-as finanszírozás tartozik. Az egyik, ami sajnos nálunk nem ismeretes, hogy bizonyos alapfunkciókat, a szervezet kiépítését, a szervezet fenntartását, a munkatársaknak a megteremtését majdnem mindegyik országban az államok fizetik. A beinvestálandó összeg és a végeredményben megnyerhető összeg nincs arányban egymással. Ez egy nagyon-nagyon jó befektetés lenne. Ezen dolgoznunk kell. A professzor szerint mindenhol vannak államilag szponzorált uniós pályázatok. Ebben úgy véli, hogy túl vagyunk a tűzkeresztségen, mert elnyertünk 4 egyetemmel egy 1 milliárdos GINOP pályázatot és egy 1,5 milliárdos EFOP pályázatot. Tehát ezt el tudjuk kezdeni felépíteni. És a harmadik, az lesz a legnehezebb. Ahhoz, hogy egy egyetemi innovatív laboratóriumból kipattant jó ötletből német, olasz meg svájci klinikák próbálják ki, oda nagy európai
kutatási grantokat kell nyerni, H20-20-as grantokat kell nyerni, és tulajdonképpen ezek a nemzetközi szervezetek, amit mi is reprezentálunk itt, ennek a nyerési esélyét növelik meg. Mi nekünk nincs pénzünk folytatni a klinikai tanulmányokat, de van pénzünk arra, hogy ezt minőségében megjavítsuk. Jelenleg 50 klinikai vizsgálat zajlik az európai hálózat égisze alatt, és az onkológia, valamint a kardiovaszkuláris betegségek jelentik a kutatások fő csoportját. Ezek finanszírozását az Európai Bizottság erre elkülönített klinikai kutatási fejlesztési alapja szolgáltatja. A magyar társulásban a Pécsi Tudományegyetem, mint a konzorcium vezetője, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint 10 további országos gyógyintézet működik együtt az egészségügyi tudományos tanács szakmai felügyelete mellett.